Győr elleni hazai győzelem után mintegy 500 szurkolónk utazott el Palotára, hogy a helyszínről izgulhassa végig csapatunk újabb bajnoki mérkőzését. Rögtön a mérkőzés elején magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést. A 15. percben Németh Norbert indította a jobb szélen Dobricsot, aki az alapvonal közeléből laposan próbálta Németet megjátszani, de a védők kivágták előle a labdát. 2 perc elteltével ismét veszélyben forgott a hazaiak kapuja. Ekkor balogadott be a jobb oldalról a hosszú saroknál jól érkezett Divics, akinek fejese elakadt a gólvonalon a jobb kapufánál álló Eszterházi lába között. A 25. percben Bétót szabadrugása után a védőkről Divics elé pattant a labda, aki félfordulásból jobban lőtt, a labda nem sokkal ment a léc fölé. 32. perc, az első Reac helyzet, Lisztes középről játszott a bal oldalon kilépő Torma elé, akinek 12 méteres ballábas lövését Borszéki ötlözte. Nyerges 8 méterről fejjel ismételt, kapusunk pedig magabiztosan lehúzta a labdát. A 37. percben Tóth András kanalazott vissza egy labdát az alapvonalról. Paripovics 10 méteres fejese az elfekvő Eszterházyról kipattant, éppen Paripovics elé, aki másodjára csukafejessel stukkolt kapura, alig valamivel mellé. 38. perc, Dobricsi jobboldali szögletét, Németh Norbert a rövid saroknál csúsztatta a kapura, centiket tévedett. 39. perc, Divics a 16-os jobboldali oldalvonala mellett parádés mozdulattal hozta helyzetbe Bétótot, aki az 5-ös sarkáról a bal felső sarkot vette célba, a labda a hálótartó vasat találta el kívülről. 44. perc, Divics oxival indította Bétótot, aki elrobogott a jobboldalon, laposan középre gurított, a labda elment Dobricz orra előtt, de érkezett Lackó, aki egy védőszorításában az átvétel után ballal 6 méterről az égbe lőtt. 45. perc, Divics 15 méteres életerős felső sarokba tartó lövését ütötte ki Eszterházy. Az első fél időben tehát mezőnyfölényünk volt, gólt még nem sikerült lőni. Nem. A második fél időben aztán azt a bizonyos góllövő cipőt is megtalálták játékosaink. Az 51. percben Bétót jobbról beívelt labdáját Divics a 11-es pontnál két védő között merre vette, majd két lépés után a kifutókapus mellett spiccel a bal alsó sarokba gurított. 0-1. Az 57. percben jegyezhettük fel a legnagyobb Reac helyzetet. Balaskó 24 méterről a bal összekötő helyéről végzett el szabadrugást, a labda a felső lécről Borszékire, majd onnan a mezőnybe pattant. A 61. percben Németh Norbert 40 méterről vette célba a kaput. Eszterházy hatalmas bravúrral, a levegőben úszva a jobb felső sarok elől ütötte szögletre a bőrgolyót. A 70. percben egy hazai szöglet után Pavicevics futtatta a bal oldalon Mundit, aki a középen sprintelő Divics elé tálalt, aki a 16-os vonaláról jobban laposan lőtt, a labda a jobb kapufa tövénél gurult az alapvonalon túlra. Meccslabda lehetett volna. A 74. percben Németh Norbert őrzőjét becsapva kapura húzott, lapos lövését Eszterházy vetődve Újhegyjel ütötte szögletre. A 79. percben ismét Borszékinek kellett tornásznia, erős 19 méteres lapos jobb alsó sarokba tartó lövését védte jó érzékkel vetődve. A 87. percben Szovumni indította fejjel Divicset, akit a 11-es pontnál kapcsos hátulról felvágott, ám a jogos 11-es és a kiállítás is elmaradt. A 88. percben aztán végképp eldőlt a mérkőzés. Szovumni jobboldali beadását Németh Norbert szépen maga elé tette, majd két hazai védőt elfektetett és jobbal 10 méterről a jobb felső sarokba lőtt. Norbi ügyesen húzódik üres területre, elhúzza a két védő mellett a labdát, és jobbal gyönyörűen kilövi a hosszú sarkot. Azt már kezdjük megszokni, hogy a gólöröm ilyenkor elsősorban a decemberben születő kisbabáé, és természetesen a gólöröm a szurkolóké, akik végigizgulták ezt a találkozót, kicsit talán könnyebbre számítottunk, de ma már, ahogy Mészöly Géza szokta mondani, nincs könnyű ellenfél. Reac Vasas 0-2.